kirándulásunkat itt kezdjük, a világhírű Canterlotti szoborparkban. Az a szobor a barátságot fejezi ki. Jól van, kicsi pónik! Ez a szobor a győzelemről szól. Milyen menő lenne egy ilyen szépségjegy? Menő! Mintha bármi között volna a győzéshez. Ilyen szó nincs is! Mi vagy te? Lexikon? Lányok! Nos, ez egy igen érdekes szobor. Mit vesztek észre rajta? Hogy saskarma van. És oroszlán mancsa. És kígyó farka. A teremtmény neve Sárkányszaurusz. Póni feje van, de a teste különböző részekből áll. Szerintetek mit fejezhet ki? Kavarodást, a gonoszt. Káoszt. Ez nem káoszt, egy gyógyós. Ne csúfolj olyannal, amiről nem tudom, mit jelent. És igenis káoszt. Ne mondd. Hármótoknak igaza van. A szobor a viszályt szimbolizálja. Ez annyit jelent, nincs harmónia a pónik között. Ami azt illeti, ezt olyan tökéletesen bemutattátok, hogy holnapra mindhárman írtok róla egy hosszú esszét. Most mennünk kell, és ne lássak több verekedést. Kavarodás. Gonosz. Káosz. Én kicsi póni. Kicsi póni, én kicsi póni, bizony ő azt kéne ismerni. Én kicsi póni, a varázslat se ördöngösség. Nagy kalandok, vidámság, csinos, kedves kis kópi. Mindent megoszt, nem így, ha vele tartasz, nincs több bök. Kicsi pónim. Harc a harmóniáért. Első rész. Gyere csak vissza! Ah, meg vagy! Fúj, ez meg mi? Vatta cukor? Csak, holnap reggelig nem volna szabad esnie. Ez nem lehet. Mindegy. Hé, nem mondtam, hogy elmehettek. Rainbow Dash, mi ez a nagy eső? Vagyis csokis tej. Illetve csokis tej eső. Megbolondult az időjárás Equestriában. Claude Dill Paris elért egy kólatornádó, de ne izgulj, nem hagylak magatokra, míg rendben nem teszem Ponyville-t. Ujjaj. Na ezt megállítani? Hallom, bajba kerültél, Applejack, így jöttem, hát ha segíthetek neked, csak ne legyek vizes vagy koszos, és az esernyőt sem teszem le. Fluttershy, csinálj valamit! Angel, ezt nem szabad. Ne, ezt nem lehet. Biztos képzelődöm. Semmi pánik, pónik! Az új varázslatommal mindent rendbe hozok! A Rommel takarító igém! Romba dőlt! Mit tegyünk? Lássuk csak! Spike! Twilight majd kitalál valamit! Kell egy B-terv! Rainbow, összetudnád terelni a felhőket az égbolt egyik sarkába? Applejack, ránsd le ezeket az izgága felhőcskéket a földre! Hé! Mi történt? Nagy ég! Remélem, az állatkáim nem látták ezeket a pincsi csokival töltött vatta cukorfelhőket. Utálnék osztozni rajtuk. Csak te meg én, Hugicám! Hé! Ha ezzel mind végeztek, kaptok a végén desszertnek egy kis popcornt. Látod, Spike? Sosem szabad feladni. Nincs gond, amit ne tudnánk legyőzni, ha együttműködünk. Gyerünk!
Jöjjünk, lányok! Celestia hercegnő sürgősen Cantellotba hivat minket! Celestia hercegnő! Jöttünk, amilyen gyorsan csak tudtunk! Köszönöm, Twilight! Köszönöm nektek! Az időjárással kapcsolatos? Vagy tán a furán viselkedő állatokkal? Mi történik odakint? Miért nem működik a varázslatom? Kövessetek! Igen, fontos ügyben hívattalak titeket. Egy nagyon régi ellenségem, akiről úgy véltem, hosszú ideje legyőztem, visszatért. A neve Discord. Discord a diszharmónia gonosz szelleme. Mielőtt a húgommal szembeszálltunk vele, ő uralkodott Equestrián, melyre békétlenség és boldogtalanság szállt. Luna és én láttuk, mennyire szenvednek a földi pónik, a pegazusok és az unikornisok. Ezért, amikor felfedeztük a harmónia elemeit, egyesítettük erőinket, összpontosítottuk energiáinkat és kővé változtattuk őt. Ez az, hercegnő! Azt hittem, a varázslat az idők végezeteig kitart, de amióta Lunával nincs kapcsolatunk az elemekkel, a varázslat nem működik. Nincs kapcsolatotok? Ez itt Cantellot tornya, mely magába zárja az elemeket. Ez nektek köszönhető. Kérlek benneteket, egyesítsétek újra a harmónia elemeit, és állítsátok meg Discordot, mielőtt örök káoszba taszítja Equestriát. Miért pont mi? Miért nem te? Hé, figyú, híresek vagyunk! Ti megmutattátok az elemek erejét. A barátságotok varázserejével legyőztétek a gaz ellenséget. Noha egykor Lunával mi kezeltük az elemeket, csak ti tudjátok előhívni a hatalmát, és nektek kell legyőznötök Discordot. Celestia hercegnő, ránk biztosan... Hé, álljunk meg egy percre! Az örök káosz csokis esővel társul! Csokis esővel! Ne is figyelj rá, hercegnő! Megtisztelő újra használni a harmónia elemeit! Elemeket vigyétek, nekem a láda kell! Ne féljetek, pónik! Biztosan tudom, hogy képesek vagytok legyőzni Discordot ezzel! Na jó, ha keresnétek, odakint leszek a csokitócsában, egy kígyó hosszúságú szívószállal! Az elemek eltűntek! A termet egy titkos varázsige védi, amit csak én ismerek. Ennek semmi értelme. Értelme? Ó, mi haszna az értelemnek? Discord, mutasd magad! Hiányoztam, Celestia? Nekem hiányoztál. Magányos dolog kőbe zárva élni, de te honnan tudnád? Nem én változtatok kővé pónikat. Elég! Mit műveltél a harmónia elemeivel? Ó, csak kölcsön vettem egy pici időre. Ezt nem fogod megúszni, Discord. Ó, el is felejtettem, milyen zord tudsz lenni. Ez olyan uncsi. Hé, nem sértegetheted a hercegnőt. Ó, te biztos Rainbow Dash vagy, a hűségéről híres, a harmónia egyik elemét képviseled. Így is van, mindig hűséges leszek a hercegnőhöz. Majd meglátjuk. Nem hiszem el, hogy egy ilyen gicses ablakkal társalkodunk. A szépséges Rarity, aki a nagy lelkűség elemét képviseli, ha nem tévedek. Tudod, kék vagyunk, nagy ügy. Ó, jóval többet tudok, becsületes Applejack. Látom, ismered az erősségeinket. Bizony, Twilight Sparkle, a tiéd a legerősebb és legravaszabb elem, a varázslat. Fluttershy-é a kedvesség, Pinkie Pie-é a személyes kedvencem, a nevetés. Ott táncol a fejeden! Ne húzd az időt, Discord! Mit műveltél a harmónia elemeivel? Ez olyan uncsi, Celestia! De tényleg, jó, elmondom, de csak rímekben. Ha kellenek a hiányzó elemek, figyelj rám jól, mert még elkeveredsz. Pördülj és fordulj, ez a mesteri terv, és meg lesznek az elemek, ahol elindultál. Most már hazamegyünk. Szerintetek ezt hogy értette? Pördüljünk, forduljunk, és meg lesznek, ahol indultunk. Pördülj és fordulj, pördülj és fordulj. Pördülj és fordulj, megvan! Fogadok, hogy a palota labirintusába rejtette őket.
Járjatok szerencsével, pónik. Equestria sorsa a patátokban van. Köszönjük, hercegnő, nem hagyunk cserben. Muszáj bemennünk oda. Nem, a vaksi Discord ezekről megfeledkezett. Villám gyorsan oda repülök, és már is nálunk vannak az elemek. Jaj! A szárnyaim! A szarvad! A szarvam! Látnotok kellene a képeteket! Mulatságos! Add vissza a szárnyunkat és a szarvunkat! Idővel majd visszakapjátok! Csak azért vettem el, hogy ne csaljatok! Tudjátok, ez az első játékszabály. Nincs repülés, és nincs varázslás sem. Az első szabály? A második, hogy minden póninak játszania kell, másképp a játéknak vége. És én nyerek. Sok szerencsét, kicsi pónik! Féljetek, lányok! Itt vagyunk egymásnak! Igen, ahogy Twilight mondta, nincs gond, amit ne tudnánk legyőzni, ha együttműködünk. Jól van, lányok, vágjunk bele! Együtt! Nyugi, lányok! Minden póni fusson középre, amilyen gyorsan csak tud! Mozgás kifelé! Találkozunk középen! Hi-ha! Ott találkozunk! Mi volt ez? Ki van ott? Az ördög! Hol vagyok? Ti meg kik vagytok? Az Igazságliget őrzői vagyunk. Kérdezhetsz tőlünk? Egy kérdést. Múltról, jövőről vagy a jelenről? De vigyázz! Mert az igazság nem mindig kellemes. Jól van hát. Ezért a helyért egy fabatkát sem adnék. De rossz érzésem van erről a Discord fickóról. Mi fog kisülni ebből a küldetésből? A válaszhoz keresd meg. Rajta hát, lesz csak meg. Remélem nem látlak többé. Én se. Így van. Igen. Végeztem veled! Ne! A barátságunknak vége! Ez nem lehet igaz! Ez nem lehet igaz! Ez nem lehet igaz! Mikor a sok igazság fájdítja a szívedet. A hazugság talán könnyebben megy. Applejack! Hála az égnek! Sejtettem, hogy a te hangod az. Kivel beszélgettél? Én beszélgettem... Senkivel sem, de egyáltalán senkivel. Mi van? Semmi. Gyere, jobb, ha megyünk. Talán Applejack most? Ugyan, Twilight! Applejack nem hazudik! Ez a legnagyobb lufi kert, amit eddig láttam! Ez az első lufi kert, amit eddig láttam! De annál is... Vettek. Mi a baj, Pinkie Pie? Azt hittem, értékeled a jó kedvet. De ez más. Ők rajtam nevetnek. Ez alig ha más. A barátaid folyton kinevetnek téged. Ők velem nevetnek, nem rajtam. Ó, igazán. Ha ha ha!
szegény Pinkie Pie. Azt hittem, hogy a nevetés boldoggá tesz. Boldoggá? Azt kötve hiszem. Pinkie Pie, úgy örülünk, hogy látunk. Valóban, ha? Miért? Ki akarsz nevetni? Pinkie? Szerinted min húzta fel az orrát? Ez nem van rá. Nem vettem észre semmi különöset Pinkin. Ez fura. Jobb, ha rákapcsolunk, mielőtt teljesen kikészít a feszültség. Azt hittem, a hercegnő palotájába hívnak, és nem kint futkorászni. Ó, egek! Eljött a szerencsenapod, Rarity. Íme Equestria egyetlen kincse, amely felveheti a versenyt orcám szépségével. Mit szólsz hozzá? Tetszik? Igen, borzasztóan tetszik. Ne! Ne! Nem csábít el, hol mi ragyogás! El kell mennem! Középre! Ott várnak a többiek! Az enyém! Ó, Rarity! Sokáig tartott, de megérte. Ki hitte volna, hogy három pici kőből ilyen nagy darab gyémánt lesz? Most szépen hazaviszlek! Rarity! Jaj, de jó, hogy lá... Minek cipelsz ekkora sziklát? Hogy érted, hogy sziklát? Ez a szerfelett színes szikla egy igazi gyémánt! És csak az enyém. Ne bámuljatok rá az irigy szemetekkel! Én találtam, és a saját tulajdonom! Jól van, menni fog ez! Menni? Várjunk csak! Pillangók? Állj! Ne hagyjatok itt! Fluttershy, látom, itt hagytak az úgynevezett barátait. Ó, dehogy! Mindent elkövetnek, hogy megtaláljanak. Bizonyára bosszantó, hogy milyen gyengének és elesettnek gondolnak. Dehogy is! Tényleg gyenge és elesett vagyok, és örülök, hogy megértik. Igen, de biztosan zavar. Úgy értem, mindig rámutatnak a hibáira, nem? Nem igazán. Sőt, igazán szerencsés vagyok, hogy a barátaim a legjobbat akarják kihozni belőlem. Az Isten szerelmére! Túl sokáig voltál már kedves! Most légy kegyetlen! Arrivederci! Fluttershy! De jó egy barátságos arcot látni! Ez a labirintus minden póni agyára ment! Lengesd meg a kis varázsszarvad, és minden rendbe jön. Ó, persze, nem tudod, mert nincs a hely. Mi történik a barátaimmal? Te meg mi a csodán nevetgélsz? A csakisten! Segítenétek? Köszönöm, Twilight. Nincs mit. De ne is gondolj a gyémántomra. Tudom, hogy hol laksz. Kaplak, te elem! Értem már, miért szereted a felhőket? Olyan puhák! Kelj fel és gyere ide! Rajta, gyere már! Hé, én egy üzenetet hoztam neked! Én is hoztam egyet neked! Figyelj jól! Ez igen fontos! Nehéz választás előtt állsz. Vagy jól döntesz, vagy odébb állsz. És ha esetleg a rossz utat folytatod, otthonod darabokra hull. Jó, ha tőlem tudod. Clotilde! Darabokra hullik! Ebben vannak a szárnyaid. Vagy elviszed és felhagysz a játékkal, vagy bolyonghatsz céltalanul az útvesztőben. Te döntesz. Jaj, meg kell találnunk Rainbow Dash-t!
Csapatként erősek vagyunk. Rainbow Dash nem hagy cserben, azt hiszem. Akkor kukkancs oda! Rainbow Dash elrepült! Itt hagyott minket! Ugyan, ez hazugság! Ha, ez hogy lehetséges? Lám, lám, lám! Megszegtétek a nincs szárny, nincs varázslat szabályt! A játéknak vége, kicsi pónik! Nem találtátok meg az elemeiteket! Úgy látom, eljött az ideje egy kiadós és viharos káosznak! Folytatjuk! Magyar hangok. Vadász Bea, Soleczki Anka, Szabó Zsejge, Zsigmond Tamara, Gruber Zita, Molnár Ilona, Németh Kriszta. Magyar szöveg Udvaros Melinda. Rendezőasszisztens Zeffer Anita és Fülpesi Beáta. Szinkronrendező Szalai Éva. A szinkront a Minimax megbízásából a BTI Stúdió készítette. Előző részben történt. Celestia hercegnő, jöttünk, amilyen gyorsan csak tudtunk. Kérlek benneteket, egyesítsétek újra a harmónia elemeit, és állítsátok meg Discordot. Az elemek eltűntek. Minden póninak játszania kell, másképp a játéknak vége, és én nyerek. A barátságunknak vége? Kivel beszélgettél? Senkivel. Egyáltalán senkivel. Mi van? Pinkie Pie, úgy örülünk, hogy látunk. Miért? Ki akarsz nevetni? Mi történik a barátaimmal? Úgy látom, eljött az ideje egy kiadós és viharos káosznak. Én kicsi póni, én kicsi póni. Vidámság, csinos, kedves kis kópi. Mindent megoszt, nem irigy. Ha vele tartasz, nincs több bökkenő. Én kicsi póni, hiszen ő a leges, legjobb barát. Én kicsi póni, harc a harmóniáért, második rész. És mi olyan nevetséges? Ilyen jót nem mulattam egy milliárd éve. Fejezd be! Előbb gondolkozz, aztán nevesd ki Pinkie Pie-t! Ó, igen? Nos, ha-ha! Hagyd abba! Nem! Ha-ha! Hagyd abba! Nem! Ha-ha! Ha-ha! Rarity, ez itt a te gyémántod? Twilight szerint hat felé kéne vágni, mivel együtt találtuk. Ő az enyém! Mind az enyém! Lányok, mi van veletek? Nekünk össze kell tartanunk! Ez oly szórakoztató! Hagyd abba, Discord! Nem játszol tisztán! Nem játszom tisztán? Nem ismersz engem? Én Discord vagyok! Létem a káosz és a diszharmónia! Ha-ho. Ott találjuk meg a harmónia elemeit, mikor eltüntetted a labirintust, mielőtt a végére értünk volna! Ó, várjunk! Ti azt? Ez vicces! Azt hittétek, az elemek a labirintusban vannak? Ördülj és fordulj, ez a mesteri terv, és meg lesznek az elemek, ahol elindultál. Sose mondtam, hogy a labirintusban vannak. Na de, de... Próbálkozz, Twilight Sparkle, talán a varázslatos barátság segítségedre lesz. Most, ha megbocsátasz, káoszt kell teremtenem. Csokis tej! Utálom a csokis tejet! Gondolkozz, Twilight! Meg lesznek az elemek, ahol elindultál! Ott, ahol elindultál! Ha? Ne nyúlj a gyémánthoz! Azért is hozzányúlok! Ha? 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 Ti meg mind nevettek? Otthon akarok lenni! Várjunk csak! Otthon? Ott, ahol elindultál? Az elemeknek ott kell lenniük, Ponyville-ben! Gyerünk, lányok! Megfejtettem Discord feladványát! Ha visszajutunk a könyvtárba, tudok egy könyvet, amiben ott lesz a megoldás!
Szép volt, Angel, a mama büszke rád. Így sokkal jobban látok. Ez direkt volt. Discord felhabosította a poros utat. Hát nem gyönyörű. Íme az új és jobb Ponyville, és ez még csak az első változás. Mulatságosnak látszik, de nem az. Nézd meg jól, ez a világ káosz fővárosa. Nem tudom megnézni, túl sötét van. Nos, akkor várj itt, majd megnézed a szikrázó nappali fényben, vagy nem? Ponyville a világ káosz fővárosa? Azt már nem, ha rajtam múlik. Ne aggódj, nem múlik. Jól van, megjöttünk. Most pedig léci, menjetek be, léci. Én aztán nem megyek. Örömmel. Utálom a könyvtárakat. Jaj. Léci, sietnünk kell. Felejtsd el, Twilight. Tudom, mire készülsz. Amint beteszem a patámat, te küldöd Mini Spike-ot, hogy vegye el Tomot. Tomot? Hát ez nem fog menni. Szóval nélküle nem fogsz bemenni? Jaj, ez remek. Ez miért csináltad? Mert olyan békésen aludtál. Én? Óvatosan, Twilight! Tönkre teszed a szép fényét. Ó, a mindenit. Twilight, mi folyik itt? Miért néz ki mindenki szürkén? Ne kérdezd! Segíts, meg kell találnom valamit! Hé, Twilight, mi az? Nedves és bamba? Fluttershy, ma éppen elég volt a... Az arcod! Mi történt a pónikkal? Kihoztad belőlünk a legrosszabbat, Spike? Nincs idő elmagyarázni. Meg kell találnunk az útmutatót a harmónia elemeihez, mielőtt egy bizonyos póninál elszakadna a cérna. A harmónia elemei? Jó, én tudom, hol van az a könyv. Megvan! Fluttershy! Jobb, ha ide adod nekem. Vigyázat! Hé! Applejack, add ide a könyve! Nálam nincs is könyv. Pinky! Lányok! Hagyjátok már abba! Az enyém! Hé! Azt se tudod, mit vittél el! Nem, de ha neked kell, nekem is kell! Add ide a könyvet! Hová tűnt? Hol van Rarity? Ki tudja? Hazudsz! Ez az én könyvem! És el fogom olvasni! Az elemek! Az elemek egész végig itt voltak! Ez szuper! Akkor legyőzhetitek Discordot, és megint minden a régi lesz! Látjátok! Megcsináltuk! Megtaláltuk a harmónia elemeit! Együtt! Titeket nem is izgat, ugye? Nem. Nem hittem, hogy ez megtörténik. A barátaim. Tiszta lököttek lettek! Nyaklánc! 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 És? Az a koronabigyó! Rajta kicsi pónik! Indulás! De Twilight, nem hiányzik valaki? Nem. Itt van a hazug, a morgos, a gyűjtögető, meg a kegyetlen és Zord. Ennyi épp elég lesz. De mi van Rainbow Dash-sel? Gratulálok, Spike! Te vagy az új Rainbow Dash! Mehetünk! Mi? Én? De mit szól majd, hogy a bőrébe bújtam? Nem lesz jó vége. Mindegy, már te vagy Rainbow Dash. Győzzük le Discordot, hogy ne kelljen egymáshoz szólnunk többé! Mozgás! Vigyázat! Itt jön Tom!
Lám, lám, lám. Látom, megleltétek a harmónia elemeit. Mi csodálatos? Discord, rájöttem a buta rébuszodra. Most aztán lebuktál. Természetesen, bizony rajta kaptatok. Szembe kell néznem a sorsommal. Felkészültem a végső csapásra, hölgyeim. Lőjetek csak bátran! Alakzatba! Most! Rainbow Dash, ide gyere! Helyes! Intézzük el a szörnyeteget! Az enyém működik. Biztosan a tiéd rossz. Én gyűlölöm a harmónia elemeit. Limlom. Az enyém! Sajnálom, Twilight. Jobb, ha kitakarítom a könyvtárat. Sok szerencsét ehhez. Papa, bocsi, Rainbow Crash. Bravo, Pónik, bravo! Equestria harmóniájának ezennel vége. Discord az ász, Celestia hantáz. Ez miattatok nem sikerült. Te meg kihez beszélsz? Hát hozzátok. Mindenkihez. Én leléptem. Jobb, ha én is megyek. Sokkal jobb barátok várnak rám a farmon. Igen, elegem van belőletek. Remek, menjetek. Nem is érdekel. Én sem szorulok rátok. Nem is vagytok barátok, csak ellenségek. Kacog a májam! Twilight, látnod kell, mit csináltam! Jöcsi! Ez pompás! Rajta, Twilight Sparkle! Érezd rá a dolog ízére! Végtére is ez az új otthonod! Többé már nem. Igen! Pakolj össze, Spike! Elmegyünk! Ne kérdezd, hová megyünk, mert még nem tudom. Csak el innen. Nem megy. A hercegnő küldte ezeket. Mióta feljöttem az emeletre. Csinálj valamit, Lici! Ezeket a leveleket én írtam, mióta Ponyville-be érkeztem. De miért küldte vissza őket? Az igazi barátokat nem érdekli a külső. Az igazi barátokat nem érdekli a külső dolog. Mint erdőben az ösvény, mindig mindenhonnan van kiút. Legokosabb, ha őszinte maradsz magadhoz. Varázslatos kapcsolatban állsz a pónikkal. Már azelőtt, hogy megismerted őket. Spike! Spike! Már mindent értek! Hát nem érted? Discord el akar téríteni egy fontos dologtól. Tudja, milyen fontos a barátság. Azt akarja, hogy ne vegyük észre. Emlékszel, mit mondtam aznap, amikor Ponyville-be érkeztünk? Azt mondtam, Equestria sorsa nem szárad a lelkemen holmi barátok miatt. De az ellenkezője igaz. Az itt kötött barátságaim mentették meg Equestriát Nightmare Moon-tól, és ugyanígy kell lennie Discorddal. Igazad van, Spike. Harcolnom kell a barátságért. Értünk. Értem. Equestriáért. Szerintem maradj itt pihenni. Én majd elintézem ezt a harc dolgot egyedül. Fáradtam a harcba Discorddal, és az úgynevezett barátok a patájukat sem mozdítják. Applejack, én a barátságunkért harcolok!
Ó, persze, most harcolnál. Hol jártál, amikor Discorddal csatáztam? Hagyd ezt abba! Ez nem te vagy! Te nem vagy hazug! Mi történt? Twilight! Volt egy látomásom, ahol veszekedtünk egymással. Nem bírtam elviselni, ezért hazudni kezdtem. Meg tudsz bocsátani? Már meg is tettem. Gyere! Jaj, ne! Twilight, Applejack, szörnyű álmom volt. Mégis mit képzeltek? El a patákkal a gyémántól! El a... Erről többé egy szót se. Szürke voltam? Ez hihetetlen? Nincs ide bent. Rainbow Dash nélkül nem működnek az elemek. Most arra akárhol lehet. Sosem találjuk meg. Dehogy nem, hisz ott van fent. Rainbow Dash! Sziasztok! Már mindenütt kerestünk téged. Kedves! Discord még szabadon van! Segíts legyőzni őt! A te elemed a hűség! Hűség, dőresség! Láttátok, milyen Ponyville? Kész katasztrófa! Én Clotsdale-ben maradok, mert itt minden csodás! Hogy a csodába gondolhatja, hogy az a kis felhőpamacs Clotsdale? Ahogy te hitted arról a szikláról, hogy egy szikrázó gyémánt. Azt hittem, megegyeztünk, hogy erről egy szót se. Kell egy B-terv! Jól van, Fluttershy. Lemész Rainbow Dashhez és lefogod. Applejack leereszt a kötélen és ráolvasom az emlékes igét. Értettem. Érdeklődöm, hogy nem gond-e, ha egy kicsit lefoglak téged. Nem jött be. Ponyville a ti bajotok, nem az enyém. Rajta, Fluttershy! El kell kapnunk! Ez az öröm. A káosz fantasztikus, csodálatos dolog. De nem olyan csodálatos, mint a barátság. Megint kezded. Pontosan. Nem sikerült szétszakítanod a barátságunkat. Ó, Applejack, ne hazudozz! Én tettelek téged hazuggá! Sosem tanultok? Megmondom, mit tanultunk, Discord. Hogy a barátság nem mindig könnyű.
De mindig érdemes harcolni érte. Persze, jó, menjetek csak, használjátok a buta elemeket, álbarátok. Csak tegyétek gyorsan, nekem hiányzik a káosz teremtő ereje. Jól van, lányok, mutassuk meg, mire képes a barátság. Menj, menj, menj! Össze, hogy meghajoljunk a hat barát bátorsága előtt, akik szembeszálltak a gaz Discorddal, és megmentették Equestriát az örök káosztól. Magyar hangok. Vadász Bea, Solecki Anka, Szabó Zsejke, Zsigmond Tamara, Gruber Zita, Molnár Ilona, Németh Kriszta. Magyar szöveg Udvaros Melinda. Rendezőasszisztens Zeffer Anita és Fülpesi Beáta. Szinkronrendező Szalai Éva. A szinkront a Minimax megbízásából a BTI Stúdió készítette.